1942 elejét írjuk. A világháború a harmadik évében jár. A német haderő elfoglalta szinte egész Európát, Norvégiától Franciaországig, Görögországtól Lengyelországig. Immár fél éve, hogy a németek elindították a legnagyobb keleti irányú hadműveletüket, a Barbarossa tervet. Bár a kezdeti sikerek a hazai kételkedőket is elhalkították, azonban 1941 végén Németország Moszkva alatt elszenvedte első vereségeit. A villámháborús tervek megdőlni látszottak, így Európa keleti hadszínterein Németországnak új lendületre volt szüksége. A második magyar hadsereget a németek határozott követelésére kellett bevetni a Szovjetunió ellen. Az 1942-es esztendő nyarának elején meginduló második nagy német támadó hadműveleteknél. A Barbarossa terv meghiúsulása, valamint az 1941-42-es téli szovjet ellentámadás során elszenvedett pótolhatatlan személyi és anyagi veszteségek ugyanis arra kényszerítették a német hadvezetést, hogy az 1942-re tervezett hadműveletekben nagyobb arányban vegye igénybe szövetséges hadseregeinek erejét. A magyar politikai és katonai vezetés nem volt abban a helyzetben, hogy ezt a német igényt megtagadhatta volna. A visszakapott és a németek által beígért magyar lakta területekkel együtt akár az önálló magyar államiság is veszélybe kerülhetett volna egy esetleges visszautasítás esetén. 1942-től egyre inkább egy olyan háborúban kellett részt venni a Magyar Királyi Honvédségnek, melynek célja csak közvetett módon mutatkozott. A magyar és német katonai vezetés 1942. januári budapesti tárgyalásai során egy 3-6 testben összefogott, 9 könnyű hadosztályban, egy páncélos hadosztályban és egy repülőkötelékben állapodott meg. Ezek alkották a második magyar hadsereget. Ez az összes magyar mozgósítható alakulat emberanyagának felét érintette. Mellesleg a német hadvezetés a teljes magyar haderő részvételét igényelte volna az 1942 koranyári hadműveleteknél. A keleti hadszintére kiküldendő hadsereg személyi állományának összeállításánál a magyar hadvezetést az a cél vezérelte, hogy a kiküldendő hadsereg emberanyaga egyenlően terhelje az ország egész területét. A mozgósított alakulatok az érvényes hadrend szerinti tartalékállományuknak is csak a felét vehették igénybe. A fennmaradó hányadot a 30-45 év közötti korosztályokból egészítették ki. A hadsereg állományát pedig 1/5 részben nemzetiségek alkották, ami megfelelt az ország összlakosságában képviselt számarányuknak. A mozgósításra a szombathelyi 3., a pécsi 4. és a miskolci 7. hadtestet jelölték ki. A 4. hadtesten belül mozgósították a kaposvári 10., a szekszárdi 12., illetve a kecskeméti 13. könnyű hadosztály. Míg a hadsereg emberanyagának összeállításánál a legértékesebb korosztályok kimérése volt a cél, fegyverzeti, technikai viszonylatban megpróbálták a lehető legjobban felszerelni a kivonuló alakulatokat. Ennek megfelelően az országban rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség több mint a felét megkapta a hadsereg. Ez a fegyverzet persze több tekintetben elmaradt a német és a szovjet hadseregek fegyverzetétől. A kaposvári 10. könnyű hadosztálynál 1942. április 20-ától kezdődtek meg a mozgósítások. A 2. hadsereg 2. szállítási lépcsőjének vasúton történő felvonultatása, ami a somogyi honvédeket is szállította, végül is május 28-án kezdődött, s július 10-ig tartott. Kaposvár harctérre induló házi ezredét, amelynek ezred tulajdonosa 3. Viktor Emánuel orosz király és császár meleg szeretettel búcsúztatták. Szállítás Székesfehérvár, Komárom, Érsekújvár, Galánta, Zsolna, Katowice, Radom, Brest, Pinszk útvonalon történt, Resica, illetve Gomel végállomással. Ezt a távolságot 6 nap alatt tették meg a szerelvények. A 2. hadsereg első szállítási lépcsőjében kikerült alakulatokhoz képest 400 km-re nyugatabbra kellett kirakodniuk a csapatoknak. A Kursk körzetébe tartozó egyetlen vasútvonalat, ugyanis a partizán csoportok egy időre használhatatlanná tették. A Gomel-Resica körzetében kirakott alakulatoknak menetoszlopokat képezve gyalogmenetben kellett Kursk,
majd később Osztrogozsk körzetébe felvonulnak. A csapatok napi menet teljesítménye 25-30 km körül mozgott. 3-4 menetnap után tartottak egy-egy pihenőnapot. A gyakori útiránytévesztések, esőzések okozta útlezárások, valamint partizán támadások miatt 6 hétig is eltartott az út Kurszkig. A több mint 1000 kilométeres út a legtöbb helyen nehéz, a lovakat nagyon igénybe vevő földút volt. Köves utat csak az útvonal elején találtunk összefüggő nagyobb hosszúságban, Resicától Csernyikovig, ami cirka 150 kilométernek felelt meg. Ezen kívül az út a nagyobb városok előtt és után szintén ki volt kövezve. A földutaknak cirka fele homok, fele pedig agyagút volt. A homokutak a legtöbb helyen igen nehezen járhatók voltak, néhol a kerekek egész az agyig váltak le a mély homokban. A 10. könnyű hadosztály arcvonalán kisebb helyi villongások után 1942. augusztus 6-át követően élénkült meg a front. A szovjet betörési kísérletek leginkább a 36. gyalogezred arcvonalát érték. Az alig berendezkedett csapatok körében a heves tüzérségi előkészítés és az ezt követő túlerejűnek vélt támadás következtében pánik tört ki. A Donon átkelt szovjet csapatok augusztus 6-án délután már Korotojak két oldalán nyomultak be a somogyi hadosztály állásaiba, és részben a városba is betörtek. A hadosztály arcvonalának nyugati körletébe betört ellenséget azonban sikerült estére feltartóztatni. A 4. hadtest parancsnokság a következő napra tervezte nagyobb szabású ellentámadását. Ebben az augusztus 7-i ellentámadásban még részt vett a 36. gyalogezred harccsoportja is, de a későbbiek során a 10. könnyű hadosztály alakulatait már nem vetették be a hídfőcsatákban. Az ősz folyamán a hadosztály csak kisebb harci cselekményekben vett részt. A katonák harci kedve ekkora már jelentősen csökkent, erősen élt bennük a honvágy, felszerelésük hiányosságai, főleg a ruházat és a lőszerek terén meglehetősen nyomasztóan hatott rájuk. Erről sok esetben nem a magyar hadvezetés tehetett. A szövetséges németek ugyanis nem tartották magukat a Magyarországgal kötött korábbi megállapodásaikhoz. A somogyi ezred egy részét november közepén a jól kiépített állásaikból új helyre vezényelték, Nyikolszkoje község mellett szó szerint kirakták őket a hóra, és meglehetősen mosva a körülmények között kellett az új védelmi állásaikat kiépíteniük. A kaposvári 10. könnyű hadosztálynál az 1942. évi viszonylag csekély személyi és anyagi veszteségek ellenére jelentős mértékű felváltásokat terveztek. A 6. gyalogezred egyes részeinek leváltására a nyíregyházi gyalogezredtől érkeztek ki csapatok 1943. januárjában a hadműveleti területre. A leváltottaknak január 15-ig kellett Osztrogorszba gyülekezniük, ahonnan Novi Oszkolba vonultak volna. Ide tervezték bevagonírozásukat, illetve innét tervezték hazaszállításukat is. Fontos megjegyeznünk egy adatot ezzel kapcsolatban. A 10. könnyű hadosztály létszáma ekkor még közel 410 és 11.300 főnyi legénység volt. Az új év első napján a katonák még megszokott képet találták frontszakaszukon, ám ekkora már mind a német, mind a magyar hadvezetésnek információi voltak arról, hogy a túloldalon az ellenség komoly erőket összpontosított. A 10. könnyű hadosztály 29 km széles arcvonalat védett. A védelem súlya Svobodával szemben Salusnoje-Liski területén volt. Az állások kiépítettségét jellemezte, hogy csak a fő ellenállási vonal támpontjait készítették el mélységi tagozás nélkül. A védőállások általában csak szilánkbiztosak voltak és kevés helyen gránátbiztosak. A téli ruházat 80-90%-ban kiosztásra került. Súlyos gondok voltak azonban a csapatok élelmezésével és az élelem minőségével is. A hónapok óta az első vonalban tartózkodó harcos állomány állapotáról azonban a következő jelentés érkezett be a 4. hadtest parancsnokságához. Bár a csapatok téli óvószerekkel el vannak látva, az állandóan a védőállásban való tartózkodás, az állandó éber figyelem és a helyzet adta táplálkozási viszonyok testileg és lelkileg is erősen igénybe veszik a csapatot. Az ellenálló képességük különböző betegségekkel szemben csökken. A magyar arcvonal ellen feltételezett szovjet támadás célja és iránya mindvégig teljes bizonytalanságban tartotta a II. Hadsereg parancsnokságát. A csapatoktól kevés és néha egymásnak ellentmondó hírek érkeztek a Don túlsó oldalán csoportosuló szovjet erőkről. Az Uribi hétfő elleni és a tőle északra és délre lévő könnyű hadosztályok jelentései 1943. január első napjaitól azonban egyöntetűen a hídfőbe irányuló erős tehergépkocsi forgalomról, megélénkülő légi
és földi felderítésekről számoltam be. A számottevő páncélelhárító fegyverekkel és harckocsikkal nem rendelkező, s vontatóeszköz hiányában mozgásképtelen tüzérségű magyar hadsereg nem tudott sokáig ellenállni a támadás súlypontjain túlerőt képező szovjet csapatok offenzívájának. A Vörös Hadsereg támadó seregtestjei 1943. január 12-én, az Urivi 14-én, a Scsucsiei Doni hídfőnél áttörték arcvonalát. Noha egyik szovjet támadás sem érte közvetlen a 10. könnyű hadosztályt, egyes alakulatai már 1943. január 12-én este harcban álltak. Az Uriv térségében megtámadott s némileg megrendített 7. kecskeméti könnyű hadosztály megerősítésére még a támadás bekövetkeztekor több somogyi alosztályt irányítottak át. Ezen alakulatok elvonulásával lényegesen meggyengült a somogyi hadosztály páncélelhárítása és légvédelmi tűzeszközök nélkül maradt. A könnyű hadosztálynál folyamatban lévő felváltásokat 1943. január 13-án leállították. Már leváltott 6. gyalogezredbeli részeket Ostrogorszból irányították vissza. A szintén leváltandó 6. gyalogezred ezredközvetlen alakulatait a Kihaja-Szoszna folyó védelmére rendelték. A már leváltott 6. gyalogezredbeli csoport felett Pallai Jenő alezredes vett át a parancsnokságot. Csak elképzelni lehet, hogy mit érezhettek a már hazafele tartó és visszafordított alakulatok katonái, amikor megtudták, gyötrelmeik még nem értek véget, ráadásul fegyvereik nagy részét az őket felváltó alakulatok kapták meg. A legénység hangulata a lehető legrosszabb volt. A leváltás és hazamenés gondolata, a szokatlan hideg, a már eddig megtett menet teljesítmények, melyet hiányos és gyenge ruházatban tett meg, a fegyverzet hiányos volta, a téli felszerelés hiánya, teljes összekeveredés, bizonytalanság és a parancsnokok nem ismerése, az éjjeli pihenés hiánya, továbbá már előző legyengült állapotuk voltak azok az okok, melyek ezt a rossz hangulatot előidézték. 1943. január 14-én hajnalban a szovjet csapatok megindították második nagy támadásukat a magyar arcvonal ellen. Ezen a napon a somogyi hadosztály parancsnokságának minden igyekezete arra irányult, hogy biztosítsa a saját jobbszárnyát és arcvonalának felsodrását megakadályozza. Ez azért volt rendkívül nehéz, mert január 14-én délutánjára a szomszéd Tolnai 12. könnyű hadosztálynál a szovjet csapatok már mélyen benyomultak. A 10. könnyű hadosztálynak az eddigi 29 km széles arcvonalán kívül tartania kellett egy körülbelül 12 km széles szakaszt is. Az utóbbi védelmére csak mérsékelten álltak rendelkezésre csapatok. Erre a 6. gyalogezred már leváltott csapataiból álló csoport állt rendelkezésre. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a csapatok már leváltásra kerültek, fegyverzetük meglehetősen hiányos, katonai morájuk, harcértékük pedig rendkívül alacsony volt. Ennek ellenére ez a 6. gyalogezredbeli csoport még másnap reggel visszafoglalta a Kolomejcevo helységet, és foglyokat is ejtett. A kezdeti sikerek után a túlerőben lévő ellenség azonban fokozatosan visszaszorította a magyar csapatokat. Kolomejcevo rövidesen szovjet kézre került, és a kemény hidegben, jónak mondható téli felszerelés nélkül harcoló 6. gyalogezredbeli részek újabb ellentámadása a falu ellen már visszaözönlésre történt. A szovjet csapatok január 15-én már hátulról támadták a 10. könnyű hadosztály jobb védőkörletének donmenti állásait. A bekerítés elkerülése véget, a 10. könnyű hadosztály parancsnoka már január 15-én javasolta Doni arcvonalának feladását és seregtestének Ostrogovsztól délkeletre való hátravonását. A 4. hadtest parancsnokság ezt akkor még elvetette. A 10. könnyű hadosztály kiválóan helytállt, bár nagy veszteséget szenvedett seregtestek közt szerepelt a hadijelentésekben. A 10. és 13. hadosztály erőállapota és erkölcsi értéke kielégítő. Sem a szellemben, sem az önbizalomban nincs hiba. A baj egyedül az, hogy az orosz harckocsik ellen nincs megfelelő elhárító eszközük. Szintúgy a sztálin orgonákkal és a géppisztolyokkal szemben sem bírják a konkurenciát. 1943. január 15-én reggel a szovjet csapatok folytatták támadásaikat a 10. könnyű hadosztály jobb oldala és háta ellen súllyal, Melakinon és Krinicsán át. A 4. hadtest parancsnokság csak 9 órakor intézkedett a seregtest arcvonalának visszavételéről. Az arcvonal visszavétele már az ellenség nyomása alatt történt, és azt a kiadott parancsok szerint végrehajtani nem lehetett. Részben az ellenség gyors előretörésének, részben a vontató eszközök hiányának tulajdonítható, hogy a 36. gyalogezrednek és a vele együttműködő tüzőrségnek a Doni állásokban kellett hagynia nehéz fegyvereinek és lövegeinek zömét.
Kaposvári ikerezett zászlóaljai és a hozzák csapódó töredékcsoportok ennél fogva Ostrogorsz irányába húzódtak vissza. A 36x3-as zászlóalj például három oldalról szorongatva január 13-án 13 órakor adta fel eredeti védőállását, és a többi 36. gyalogezredbeli töredék alakulatokkal együtt 17-én hajnalban jutott be Ostrogorszba. A 10. könnyű hadosztály tüzérsége, amíg tudta, támogatta a védekező és visszavonuló gyalogos részeket. A 10x1 tüzérosztály január 14-től vett részt közvetlenül a Gemüzebau, Kolomejcevó, Liski környéki védelmi harcokban. Miután ütegállásainál közelharcra került sor, a lövegeket felrobbantották, és Krinicán át Ostrogorszba vonult be az osztály. A 36. gyalogezredet támogató 10x2 tüzérosztály lövegei egy idejében történő állásváltoztatással megmenthetők lettek volna. Az osztály azonban csak január 16-án reggel kezdhette meg a visszavonulást, így mindössze három löveggel érkezett be Ostrogorszba. A menet alatt Sredne Voszreszenszkojénál erős ellenséges támadás érte az oszlopot, és ennek következtében körülbelül 100 tüzérkatona halt hősi halált, illetve esett fogságba. Január 16-án este a Petrenkovon tartózkodó 10. könnyű hadosztály parancsnokságot heves támadás érte. A lőszerhiány, valamint a szovjet sícsapatok és a környékbeli partizán csoportok nyomására szintén Ostrogorsz felé vonultak vissza. Az ellenséges támadás során a könnyű hadosztálytörzsből és a vonatcsoportból többen elestek vagy szétszorodtak. A 10. könnyű hadosztály csapatai kisebb-nagyobb csoportokban zömében Ostrogorsz felé, illetve a várostól délre vezető vasútvonal mentén húzódtak vissza déli irányba. Hadseregparancsnoki utasításra Ostrogorszot a végsőkig kellett tartani. Védelmével egy német gyaloghadosztályt, illetve a magyar 13. és 10. könnyű hadosztályt győztek meg. A város körül január 17-én bezárult a gyűrű. Mint a pokoltól, úgy féltek a csapatok és parancsnokságok Ostrogorsztól, a városon mindenki csak sietve keresztül vonult, de sem éjjelezésre, sem pihenésre a várost fel nem használta. A városból mindenki csak menekült. A város maga is sötétben rémes látvány nyújtott. A környező tanyák, falvak mind égtek. A városban magában 4-5 hatalmas tűz pusztított, megvilágítva kísértetiesen az amúgy is romváros üszkös, égnek meredő csupasz falait. A városban a németek meg akarják akadályozni a visszavonulásunkat. Egyedüli rendezett század a miénk. Este már felgyújtják a raktárakat. A sok raktár közül az egyikben 60 000 téli csizma égett el. Este 9 órakor kapjuk a visszavonulási parancsot. A városból egyetlen úton mehetünk ki, a többi már az oroszoké. Lángokban álló várost hagyunk el. A 10. könnyű hadosztály alakulatainak töredékei csaknem mind átvonultak, s még a város körülzárása előtt kijutottak Alekszejevka Bugyennéj felé. Egyedül a Magdapál őrnagy vezette csoport maradt Ostrogorszkban. Mialatt az Ostrogorszba bezárt alakulatok január 20-áig tartották állásaikat, a hátrajutott 10. könnyű hadosztálybéli részek néhány törzstiszt vezetésével kisebb-nagyobb csoportokban, Bugyennéjben, illetve Novi Oszkolban gyülekeztek. Már világos volt, amikor a vasútvonaltól balra volt egy dombvonulat, melyen oroszok voltak, és onnan lőttek bennünket aknával, golyószóróval, géppuskával, géppisztollyal. Ekkor szóródott szét a zászlóaljunk. Rühesen, tetvesen, rongyosan, éhezőván szorogtunk. Végre Bugyoniba értünk, ahol 6 nap és éjszaka után először volt fedél a fejünk felett. január 24-én a német B hadsereg csoportparancsnokság intézkedésére a 2. magyar hadsereget kivonták az arcvonalból, és a maradványainak zöme megkezdte a hátramenetet a Belgorod környékén kijelölt gyülekezési körletbe. Azokat a 10. könnyű hadosztálybéli alakulatokat, melyek nem vettek részt az Oszkol védelmében, egyenesen a hadsereg gyülekező helyére irányították. A 10. könnyű hadosztály parancsnoksága a hadosztály közvetlen alakulatok, illetve az Ostrogorszból kitört 10x2-es tüzérosztály és a Magda őrnagy vezette 36. gyalogezredbeli részek érkeztek meg ide legelőször. A szovjet csapatok gyors előretörése miatt a csapatok január 30-ától tovább meneteltek innen a hadsereg újjászervezési területére, mely Nyezsin, Bakhmacs és Csernyigov környékén volt. A 10. könnyű hadosztály újjászervezését Recski, Vili és Ujjanovka községek területén tervezték. A menet február 11-től 28-áig tartott ide. Pihenés nélkül, kegyetlen hidegben és fagyban,
Hiányos felszerelésben több száz kilométert tettek meg a csapatok a hazatérés reményében. Megkaptuk az ezred gyülekező helyét. Minden nap 25-30 kilométert menetelünk a hideg orosz télben. Sokszor térdig érő hóban, töretlen utakon, hófúvásban, orosz házakhoz szállásolunk. Megtelünk tetűvel. Fehér nemünk csak az van, ami rajtam van. Ellátásunk rossz. Van nap, amikor kapunk egy darab kenyeret. A lakosság szegény, csak krumplit tud adni. Folytatjuk menetünket hátra. Az emberek fáradtak és betegek. Hihetetlen lelki erővel menetelnek, fagyott lábakkal betegen, mert nyugatra, hazafelé megyünk. A veszteség nagyságáról, s a meglévő, összegyűjtött létszámról 1943. február közepétől kezdtek folyamatosan jelentést tenni a II. Hadseregbeli seregtestek. A 10. könnyű hadosztály személyi állományát 1943. február 11-én 243 tiszt és 8394 főnyi legénység alkotta. Március 15-én e létszám a sebesültek leadása, illetve a menetek alatti lemaradozások miatt erősen megcsappant. 231 tisztet és 6976 főnyi legénységet számláltak csak. Mivel a szovjet páncélos és gépesített erők folytatták előretörésüket, fennállt a veszélye annak, hogy ellenállás nélkül elérhetik a II. Hadsereg újjászervezési területét, illetve a kijevi Nyeper átjárókat. Kijevnél és attól keletre egyetlen német harcoló seregtest sem tartózkodott. Erre való tekintettel a magyar hadseregparancsnokság javasolta a hadsereg területének a Nyepertől nyugatra való áthelyezését. Ezért a Nyepertől nyugatra fekvő Korosztyen környékét jelölték ki erre a célra. A magyar katonai vezetés összhangban a kormánykörök szándékával többször próbálta kieszközölni a magyar hadsereg teljes hazaszállítását március folyamán. A kinlevő magyar seregtestek azután április 1-én szereztek először tudomást a hadsereg maradványainak teljes hazaszállításáról. A II. Hadsereg parancsnokság április 7-i kijevi értekezeten ismertették a végleges intézkedést. A hazatérő szerelvények útnak indítására a keleti hadszíntér szállítási nehézségei miatt végül is április 24-én került sor. Napi két német szerelvény szállította haza a csapatokat. A 10. könnyű hadosztály megmaradt állományának vasúti szállítása április 25-től 30-áig tartott. A hazatérteket Sátoraljaújhelyen alapos fertőtlenítő tortúrának vetették alá, majd Kaposvárot és Nagyatádon a laktanyákban 3 hetes vesztegzár alá kerültek az esetleges tífuszos megbetegedések megakadályozása miatt. A 10. könnyű hadosztály eredeti állományából hozzávetőlegesen 4000-en kerültek haza, a hadosztály 14000 fős személyi állományából. Nincsenek adatok a hadifogságba esett, illetve ott elpusztult 10. könnyű hadosztálybéli katonák létszámáról sem. Ennél fogva nehéz megbecsülni a seregtest hősi halottainak, illetve fogságba esettjeinek számát. Ez a szám jelenlegi ismereteink szerint eléri a 7000 főt. Emlék legyen e dal idegen földön elhullott magyar katonákért, s az őket hiába váró 100000 családért. Hova tűnt a sok virág, mely nyílott egy földréten át? Hova tűnt a sok virág, elhervadt régen? Hova tűnt a sok virág, letarolt a sok szép lány? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hova tűnt a sok szép lány annyi rémült év után? Hova tűnt a sok szép lány, elhervadt régen? Hova tűnt a sok szép lány, gyűrűt váltott mind a hány? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hol vannak a katonák, kik harcoltak sok éven át? Hol vannak a katonák, elhultak régen? Hol vannak a katonák, sírjuk felett száz világ? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hova tűnt sok sírkereszt? Még a szél is sírni kezd.
hova tűnt sok sírkereszt, elkorhat régen. Hova tűnt sok sírkereszt, szívünk meg nem érti ezt. Mondjátok, miért van így, mondjátok, miért van így. Hova tűnt a sok virág?